Egy évvel ezelőtt a törökországi földrengés katasztrófájáról szóltak a hírek, közel 10 000 ember halálát okozta a 7,8-es erősségű földmozgás. Törökország azóta is próbál talpra állni, és ezrével épülnek az új lakások. A csügget, többségükben hajléktalanná vált emberek előtt lassan felcsillan egy saját lakás reménye is. Sűrű por, összedőlt házak és zokogó emberek mindenfele. Egy éve, február 6-án így nézett ki Törökország. A mentők versenyt futottak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. Minden pontjáról próbáltak segíteni a katasztrófa sújtotta országnak. Magyar mentőcsapatok is részt vettek a mentési munkálatokban. Többször kaptunk nemzetközi segítséget. 45 ország, a NATO és az Európai Unió segély ajánlata is elérkezett hozzánk. Csak nem 10 000 vesztették életüket Törökország legnagyobb természeti katasztrófájában. Sok ezren váltak hajléktalanná, és veszett oda mindenük a földrengés következtében. A mentési munkálatok és a törmelékek eltakarítása után elindult a reményt adó újjáépítés. Az egy évvel ezelőtti események és következmények fájdalmas súlyként nehezednek a túlélőkre. Annyi álmom volt a földrengés előtt. Például gyermekfejlesztéssel szerettem volna foglalkozni, de a földrengés után mindent elvesztettünk. Mindannyian szenvedünk lelkileg. Már nincsenek olyan tervei, mint a földrengés előtt. Boldog család voltunk a katasztrófa előtt, volt munkám és biztosításom, minden nagyon jó volt. 3 lányom született, 2 elvesztettünk a földrengésben, a legkisebb lányunk túlélte. A földrengés sújtotta tartományok lakosainak 2/3 egy évvel a katasztrófa után még mindig konténerházakban él. Szeptember óta élek itt, 1,5 hónapot töltöttem sátorban a nagybátyám lányával. Próbáltam tolószékes sátorban lakni az én állapotomban. Utána hál' Istennek, most már ez egy palota. Az én szememben ez a panelház egy palota. A földrengés után gyorsan szájra kapott a hír, hogy a török lakótelepek és épületek annó nem megfelelően készültek el, amit tetézte a katasztrófát és növelte az áldozatok számát. Sokan továbbra is rettegésben élnek. Lehet, hogy egy bérelt lakásba költözünk, de őszintén szólva nagyon félek, mert még mindig utórengések vannak. Az, hogy az emberek lassan új és földrengésbiztos lakásokba költözhetnek, visszahozta a reményt. A török kormány ígérete szerint 2 év alatt 680 000 otthont építenek újjá 11 tartományban. Február elejéig már több mint 11 000 lakást adtak át.